Programértékelő. Elemzők szerint erőteljes, regionális szemléletű választási programmal állt elő az RMDS. Mérlegen. Az úszéré szerint a parlamenti választások tétje, hogy Dragnél vagy Csolos vezeti-e az országot. Központosítás. A magyar politikusok szerint a helyi autonómia elvét sérti az úgynevezett ceremónia törvény. Köszöntöm Önöket a híradóban! Erőteljes, regionális szemléletű választási programmal állt elő az RMDS, vélik a híradónknak nyilatkozó elemzők. A dokumentumban a közösségek jólétén, biztonságán, az emberi jogok betartásán van a hangsúly. A szöveg számos régi elemet tartalmaz, de újdonságokkal is szolgál. Az RMDS választási programja 4 pillére épül. Az első a nemzetpolitika, a magyarság jogainak megerősítése, a második a minőségi oktatás biztosítása, a harmadik az erdélyi infrastruktúra és vállalkozói szféra megerősítése, és a negyedik a jólét biztonság a családok számára. A híradónknak nyilatkozó elemzők egyöntetően arra figyeltek fel, hogy nagyon erős regionális szemléletet képvisel. I.S. Gergő politológus szerint minden társadalmi célkitűzés gyakorlatilag ennek a regionális szemléletnek folyománya. Ebben az RMDS mostani kommunikációban nem semmi újdonságnak számít, az az erőteljes erdélyi központú kommunikáció, tehát megpróbálnak egyfajta regionális élt adni az elkövetkező hetek, hónapok eseményeinek, és úgy tekintenek Erdélyre, mint az RMDS természetes választási bázisára, és a többi téma az tulajdonképpen ehhez kapcsolódik, akár autópályáról beszélünk, akár oktatásról. Ugyanakkor új elem a magyar közösségi érdekek erőteljes és konkrét megjelenítése olyan célokkal, amelyeknek a megvalósítása várhatóan a román erős ellenállásába ütközik majd, mint a magyar nyelv hivatalossá tétele a Székelyföldön vagy az erőteljes decentralizáció pénzügyi téren is. Ambrus Attila újságíró szerint azonban alkalmas időpontban. Az erdélyi magyarság régi közel 100 éves igényeit is ismét napirendre tűzi. Azt hiszem, hogy alkalmas időpontban, hiszen hamarosan ünnepeljük ugye a modern Romániának a létrejöttét, és ezt csak akkor ünnepelhetjük mi is erdélyi magyarok, kisebb-nagyobb lelkesedéssel, hogyha a gyulafehérvári nyilatkozatban foglalt vállalásokat be is fogják tartani. Ambrus Attila hangsúlyozta, ezekről a témákról beszélni kell, be kell vinni a köztudatba, még akkor is, ha tényleges megvalósításuk nem fog egyik napról a másikra megtörténni. Kövér László házelnök levélben kérte a Székely Nemzeti Tanácsot arra, hogy az RMDS és az MPP együttműködésén alapuló magyar képviseletre való szavazása buzdítsa Székelyföld népét. Az országgyűlés elnökének levelét az SNT éves küldött gyűlésén olvasták fel. Az MPP tiszteletbeli elnöki tisztségét is betöltő Kövér László az RMDS jelölt listáin szereplő két MPP-s jelöltet név szerint is megemlített. Mint mondta, a bíró Zsolt és Kulcsár Terza József személyében először nyerhetnek parlamenti mandátumot az SNT küldöttei. Dacian Csolos a feltörekvő Mentsük meg Romániát szövetség jelöltje a kormányfői posztra a decemberi választások után. Nikus Ordán, az alakulat elnöke, a Csolos kormány egy miniszterét és több alacsonyabb rangú hivatalnokát is átcsábította már a pártba. Egy mai sajtótájékoztató keretében Nikus Ordán, a Mentsük meg Romániát szövetség elnöke úgy fogalmazott, a Csolos kormány jó munkát végzett, ezért több tagjának felajánlották, hogy a párt színeiben politizáljon. Noha három tárcavezetőt is megkörnyékeztek, közülük csak Christian Gilea, európai alapokért felelős miniszter fogadta el a felajánlást, aki ma le is mondott tisztségéről. Nikus Ordán szerint azonban a megkeresettek 90%-a csatlakozott a csapathoz. A pártelnök kijelentette, decemberben két út előtt áll az ország. Nem hiszem, hogy nagy titok, hogy Románia miniszterelnöke a decemberi választások után vagy Dacian Csolos lesz, vagy Liviu Dragnea. Ezt a választást kell megtenniük a román szavazóknak 2016. decemberében. A mi álláspontunk szerint katasztrofális lenne, ha a választásokat követően Liviu Dragnea lenne a miniszterelnök. A Mentsük meg Romániát szövetség csak néhány hónapja, a helyhatósági választások után alakult, a Mentsük meg Bukarestet szövetség országos párttá válásával. Azonban már is 10% körüli eredményt jósolnak neki a szociológusok. Nem fogja kihirdetni a 102 illeték, közöttük a rádió és tévédíj eltörlését célzó Dragnea törvény Klaus Johannis. Az államfő az Edevrúnak adott interjúban úgy fogalmazott,
Az előreláthatóság azt jelenti, hogy 2016-ban tudjuk, hogyan alakulnak majd az adók és illetékek 2026-ig. Nem lehet a választások küszöbén felborítani a teljes adó- és illetékrendszert, csak mert valaki úgy gondolja, hogy ezzel elnyeri a néptetszését. Dácsián Csolos kormányfő korábban azt mondta, támogatja az adóterhek csökkentését, de a regisztrációs adó eltörlésével alapok nélkül marad a roncsautó és a zöldház program. A rádióilleték eltörlése kapcsán hétfőn a rádiósok tüntettek, politikai függetlenségüket látva veszélyben. Az államfőnek 30 napja van arra, hogy visszaküldje a parlamentbe a törvényt, de tekintve a választások közelségét nem biztos, hogy előtte ismét napirendre kerül a megszavazása. Központosítással ér fel az úgynevezett ceremónia törvény, amely sérti a helyi autonómia elvét, vélik a magyar politikusok. A képviselőház által elfogadott jogszabály ugyanis a belügyi vagy a védelmi tárcának is beleszólási jogot ad a hivatalos események megszervezésébe. A jogszabály értelmében minden olyan esemény hivatalos ceremóniának minősül, amelyet a megyei vagy a helyi önkormányzat szervez egy adott ünnep, illetve megemlékezés alkalmából. Erről pedig az önkormányzatnak egyeztetnie kell a védelmi és a belügyminisztérium illetékes osztályaival. Egy új központi szerv, az országos protokoll tanács pedig nyilvántartásba veszi majd a hivatalos eseményeket. Elfogadás egy durva központosítás az RMDS szemléletében. Olyan helyi közösségi rendezvények lefolytatásába, lebonyolításába szól be központi szintről, amelyek az elmúlt 26 év alatt legalábbis ami a magyar közösséget illeti, a magyar közösség által szervezett rendezvényeket, eseményeket, megemlékezéseket civilizáltan történtek, ezért nem is értjük, hogy miért van erre szükség, és ezt nagyon határozottan el is mondtuk ugye a bizottság mind a plénumi vitán. A ceremónia törvényt a helyi, illetve megyei önkormányzatok vezetői is bírálják. Nem normális a mai világban, hogy egy helyi rendezvényt Bukarestbe hagyjanak jóvá. Tehát mikor mindenki arról beszél, hogy decentralizálunk, mikor mindenki arról beszél, hogy a hatásköröket átadjuk a helyi szerveknek, akkor egy ceremónia törvényt megszavazunk, amikor egy bármilyen helyi rendezvényt Bukarestbe kell lejelenteni. A jogszabályt a képviselőházi végszavazáson nem támogatta az RMDS. Csaknem 90 állást hirdetett meg a Marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház. Az egészségügyi intézmény 68 ápolót keres, illetve két gyógytornász és számos kisegítő személyzeti állás is betöltésre vár. Ami a jelentkezőket illeti, egyelőre nincs nagy tolongás. A múlt heti tüntetésen a kórház alkalmazottai többek között elégedetlenek voltak azzal, hogy a személyzethiány miatt túl sokat kellett túlórázniuk. Úgy tűnik, a kórház részben orvosolja ezt a problémát, miután csaknem 90 állást hirdetett meg. A 89 állásból legtöbb, vagyis 68 kezdő ápolói állás a kórház különböző klinikáin. A legnagyobb hiány a sebészeti műtőben van, ahol 10 ápolóra lenne szükség, de személyzethiány van a neurológiai klinikán is, ahol 9 szemét alkalmaznának. A Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház továbbá 21 állást hirdetett meg, amelyek közül 2 gyógytornászoknak szól, de szükség van még jogászra, szakreferensre és különféle munkásokra. Ez év folyamán augusztus 1-én aláírtuk a szerződést a Maros megyei egészségbiztosítási pénztárral, és ennek következtében lehetőség nyílt, hogy ebben az évben is személyzetet alkalmazzunk. Számvetést készítettünk, hogy lássuk, milyen pénzügyi terhelést jelentene új személyek alkalmazása, majd meghirdettük az állásokat. A meghirdetett állásokra hónap végéig lehet jelentkezni, a versenyvizsga pedig az írásbeli megmérettetéssel kezdődik november 9-én az ápolók számára, egy nappal később pedig a többi jelentkező számára. Bár csak nem 10 napja meghirdették már az ápolói állásokat, egyelőre nem nagy a tolongás, csupán 10 személy jelentkezett. A következő időszakban a sürgősségi kórház 60 asszisztensi állást fog meghirdetni. Másodszorra is megszavazta a parlament azt a törvénykezdeményezést, amelyet Molnár Zsolt, RMDSZ-es képviselő nyújtott be, és amely készpénzfelvételt tesz lehetővé a kereskedőknél. A korábban már elfogadott tervezetet Klaus Ioannis államfő küldte vissza felülvizsgálatra. Az úgynevezett cashback rendszer több nyugat-európai államban már működik, és azt teszi lehetővé, hogy a bankkártya tulajdonosok nem csak bankautomatákból vegyenek fel készpénzt, hanem az olyan kereskedőknél is igényeljenek a vásárlás értékét meghaladó összeget, amelyeknél elfogadják a kártyás fizetést. Nagyon sok vidéki településen van gond abból,
hogy a bankok nem fektetnek be bankautomaták kihelyezésébe, és azok az emberek, akik kártyára kapják a fizetésüket, vagy a nyugdíjukat kapják kártyára, azok be kell utazzanak a városba ahhoz, hogy hozzáférjenek a saját pénzükhöz. Ebben a problémában hozna egy megoldást a cashback rendszer. A tervezetet a tavasszal már megszavazta a törvényhozás, az első változatot azonban az elnöki hivatal visszaküldte felülvizsgálatra. Az új változatban a parlament figyelembe vette az elnöki kifogásokat, és a legfontosabb módosítás, amit eszközölt, hogy a törvény már nem teszi kötelezővé a cashback rendszer működtetését egy bizonyos szint feletti forgalmat lebonyolító üzletek esetében sem, hanem csak lehetőséget biztosít rá. Azok az üzletek, amelyek bevezetik a rendszert, ezt jól látható helyen fel kell tüntessék, az ügyletköltségeit is tartalmazó információkkal együtt. Elfogadta a mai kormányülésen a Dacian Csolos által vezetett kabinet azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely tesztprogramot indít 50 kiválasztott iskolában a napi melegétkeztetés biztosítását célozva. Az intézkedés a szegénység felszámolását célzó kormányprogram része. A miniszterelnök a tesztprogramról elmondta, hogy a tejkifli és iskolai gyümölcsprogram kiegészítéseként született meg. A tesztelésben résztvevő 50 tanintézményt úgy választották ki, hogy mind földrajzilag, mind szociológiailag minél szélesebb réteget lefedjenek. A tesztidőszak eredményeinek függvényében szeretnék jövőre kiterjeszteni a programot a teljes oktatási hálózatra. A kormány hajlandó pénzügyi támogatást is nyújtani, de én biztos vagyok benne, hogy a helyhatóságok, a tanfelügyelőségek, az érintett tanintézetek vezetőinek támogatása nélkül ez a program nem lehet sikeres. Szükség van ugyanis egy minimális infrastruktúrára, egy helyiségre, ahol a gyerekek étkezhetnek. Szükség van tehát helyi hozzájárulásra is. A tesztprogramban az előzetes tervek alapján többek között Maros megyéből a Mezőbándi Technológiai Liceum, Kovászna megyéből a Gelencei Jancsó Benedek Általános Iskola, míg Hargita megyéből a Székelyudvarhelyi Román Tannyelvű Marin Préda Liceum vesz részt. Állásbörze és 24 órás magyar nyelvű rádió Kolozsváron. Nézzük, mi lesz még a folytatásban. Állásbörze. 4000-nél is több munkahelyet ajánlanak a napokban zajló kolozsvári állásbőrzéken. Egésznapos. Novembertől megújul a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adása. A nap 24 órájában sugároznak magyar tartalmat. Megkapja a turisztikai település státuszt a Maros megyei Maros-Szentgyörgy. A polgármester szerint az új besorolás gazdaságilag is fellendíti a települést. Az önkormányzat által benyújtott dokumentációk, de főként a helyszíni terepszemle alapján az Országos Turisztikai Hatóság úgy döntött, Maros-Szentgyörgy település megkaphatja a turisztikai település státuszt. Ebben nagy szerepet játszott a helyi sósfürdő, illetve kezelési központ. A felújítás alatt álló Mária Fikastély a több száz éves fák, valamint a községben egyre nagyobb számú kulturális rendezvény. A község polgármestere szerint a turisztikai besorolás megnöveli az idegenforgalmat a településen, és újabb munkahelyeket is generál. Ezek mind erősítik azt a státuszát a településnek, hogy jó beruházási lehetőségek vannak a településen, jó fejlődési lehetőségek vannak, és én remélem, hogy egy pozitív hozadéka az is lesz, hogy a maros-szentgyörgyieket, főleg a fiatalokat arra készteti, hogy ne hagyják el a települést, ne menjenek külföldi munkára, mert itt is sokkal jobb megélési lehetőségek lesznek. Az új besorolás pedig új tengelyeket is megnyit az Európai Uniós pályázásra. Tervezzük újabb turisztikai pályázatok leadását, egy sípálya létesítését, egy balneo turisztikai központnak a létrehozását, és a magánszektornak is lehetősége van, illetve a magánszektornak is lehetőséget nyújt az, hogy különböző pályázatokban részt vegyen, fejleszék a turisztikai potenciáljukat. Az Országos Turisztikai Hatóság egyébként országos szinten 12 településnek hagyta jóvá turisztikai település besorolást. Hargita megyében Maros-Évíz és Borszék kapja meg a turisztikai település státuszt. A Székelyudvarhelyre látogató turisták körében végzett felmérést a helyi turisztikai iroda. Arra keresték a választ, hogy miként lehetne elérni azt, hogy a Székelyvárosban több napot töltsenek el a vendégek. A település tranzitváros, ezen kéne változtatni, vélik a szakértők.
Idén is több ezer turista kereste fel Székelyudvarhelyt, a legtöbben Magyarországról érkeztek, de csak alig néhány órát töltenek a nagyküküllő parti városban. Idén 800 vendég megkérdezésével készített felmérést a helyi Turinfo turisztikai iroda. Arra voltak kíváncsiak, miként lehet elérni azt, hogy a turisták több napot töltsenek Udvarhelyen. Akik a városunkba érkeznek, leginkább a kulturális rendezvények, programok iránt érdeklődnének, és ennek köszönhetően hosszabbítanák meg az itt tartózkodásukat. Viszont még megemlíteném a gyalogtúrákat is. Tehát ezek a legfontosabbak, amik miatt itt maradna hosszabb ideig. A polgármester hivatal alárendeltségébe tartozó intézmény a helyi látványosságokat bemutató rövid videók elkészítését tervezi, de online turista vezetésen is gondolkodnak. A Székelyudvarhelyre érkezők rendszerint a belvárosi emlékezés parkját, tanintézmények épületeit, a Városháza Szent István termét és a Jézus kápolnát keresik fel, de a romos Székelytámadvárat is megnézik. Hazai és nemzetközi cégek több mint 4000 állással várják az érdeklődőket a 21. Globál Kolozsvár állásbörzén. A szervezők szerint a 20 és 40 év közötti idegen nyelveket beszélő érdeklődők vannak előnyben. A cégek által előállított termékek, bemutató videók és sokféle szóróanyag ismerteti azon vállalkozások szakterületét és munkáját, amelyek képviselői jelen vannak a Kolozsvár Global állásbörzén. A jelentkezők akár helyben is bizonyíthatják fordítói képességeiket. A szervezők szerint a 20 és 40 év közötti idegen nyelveket beszélő érdeklődők vannak előnyben. Ma és holnap sokféle szakterületen kínálunk munkalehetőségeket. Nagyon sok esélyük van azoknak, akik idegen nyelveket is beszélnek, mint például az angol, német, olasz, de olyan nyelvek is, mint a svéd, norvég, holland. Az északi nyelveket ismerőket kifejezetten keresik. Nekik nagy esélyük van a munkahely találására, mert kevesebben vannak. Az állásbörzén több mint 70 cég van jelen, többek között gazdasági, élelmiszeripari, kommunikációs, turisztikai és műszaki szakembereket keresnek. A híradónk által megkérdezett elektronikai termékeket forgalmazó cég főleg értékesítőket keres. Előnynek tartják azt, hogy a bőrzén kereshetik meg őket a lehetséges alkalmazottak. Nyíltabbak a jelentkezők egy olyan cég iránt, akitől hamarabb megtud információt. Tehát nem az interneten talál rájuk, hanem húsvér személyeket talál ezeken a rendezvényeken. A munkahelyek iránt nagy a kereslet, valamennyi standnál folyamatosan fogadják az érdeklődőket. Nem csak végzettek és tapasztalattal rendelkező résztvevők, hanem sok egyetemi hallgató is megfordul a bőrszén. Másodévesek vagyunk a biokémián, a biológiai egyetemen, és azért jöttünk, hogy lássuk, milyen lehetőségeink lennének a biokémia területén. Ma a különféle szakterületeket felölelő állásbörzen lezárul. Csütörtöktől kizárólag informatikai cégek mintegy 40 vállalkozó tart állásbörzét a kolozsvári sportcsarnokban. Novembertől 24 órás lesz a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű műsora, amely Kolozsváron az új 98.8-as ultrarövid hullámú frekvencián, illetve a világhálón keresztül is hallgatható lesz. A műsorrácsban hosszabb reggeli műsor, több beszélgetés és sok zene szerepel, de nem maradnak el a közszolgálati tartalmak sem. Novemberben megújul a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű műsora. Elsőjétől az egésznapos sugárzás elindításával az egyelőre csak Kolozsváron fogható 98,8-as ultrarövid hullámhosszon magyar zene és felfrissült, gazdagabb magyar nyelvű műsorkínálat lesz elérhető. Szent Annai Ágota, a Kolozsvári Rádió főszerkesztő helyettese híradónknak elmondta, nem csak új műsorokkal, hanem új hangokkal is várják majd a hallgatókat. Fontosak a hírek, minden órában lesznek híradásaink, 5 perces híradó, illetve a már megszokott napóra, naponta háromszor jelentkezik majd. Ami újdonság lesz, az, hogy minden nap lesz a nap témája, egy kiemelt aktualitás téma, általában aktualitás téma, amit kibontunk napközben. Erre eddig nem volt lehetőségünk, ugye. A Kolozsváron kívüli hallgatóknak sem kell lemondaniuk a már jól ismert műsorokról. A megszokott idősávokban a városon kívül az eddigi középhullámú frekvenciákon lehet továbbra is követni a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adását. Jégkorszak címmel nyílt természettudományi tárlat a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. A Magyar Természettudományi Múzeum kiállítása január 14-ig látogatható.
Életű állatkonstrukciók, nagyméretű csontok fogadják a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumba látogatókat. A gyerekek már az első napon ellepték a kiállító termet. Ez egy tudományos, ismeretterjesztő kiállítás, amelyik interaktívan, egyszerűen próbálja elmagyarázni mindazt, amiben, illetve arról a környezetről és arról a klimatikus változásokról, ami minket körülvesz is, amelynek úgymond szemtanúi vagyunk. A Magyar Természettudományi Múzeum kiállítása 2008 óta nagy népszerűségnek örvendett szerte Magyarországon. Gyergyószentmiklósra külön készültek, mondta a Korsos Zoltán főigazgató. Egy korábbi 2008-as kiállításnak a továbbvitele, de vannak benne olyan új elemek, amelyek valóban erre, kizárólag erre a turnéra készültek el, így például Gyima, a kis mamut, amelyik egy szibériai jégbefagyott mamutnak a rekonstrukciója. Ez volt az eredeti példány is volt nálunk régebben a Természetudományi Múzeumban kiállításon, és az idén készült el erre a kiállításra ez az életszerű rekonstrukció. A tárlat nem csupán a jégkorszakról, hanem napjaink klimatikus változásairól is ismeretanyagot biztosít a látogatóknak. A kiállítás január 14-éig látogatható. Megérkeztek Litvániába a tigrisek, sporttal folytatjuk a híradót. Elbukta az Európa-bajnoki pótselejtezőt a romániai női labdarúgó válogatott. Mirelábon csapata két játékrész után 0-0-ra állt Portugália ellen, így következett a hosszabbítás. A ráadásban a portugálok Norton lövésével kerültek előnybe, ezt követően Laura Rus egyenlített, de ez sem volt elég a továbbjutáshoz. Portugália továbbjutott az idegenben szerzett góllal, és története során először kijutott a kontinens tornára. Románia eddig még egyetlen Európa vagy világbajnokságon sem szerepelt. Közel állt a bravúrhoz a Sepsi OSK másodosztályú labdarúgó csapata, hogy tovább jusson a Románia kupában. A Sepsi Szentgyörgyiek a rendes játékidőt követő hosszabbításban kapták a gólt az első ligás Krajovától, és méltó ellenfélnek bizonyultak. A kolozsvári CFR idegenben vívta ki a továbbjutást, 1-0-ra nyert Rümniku Vülcsán. Megérkezett Litvániába a Maros kosárlabdaklub csapata, amely a FIBA Europe Cup csoportkörének második összecsapására készül. A kékfehérek a litván Prienų Birštono ellen játszanak. Edzője és legjobbja nélkül utazott el Litvániába a Maros kosárlabdaklub, amely jó hangulatban tartotta meg első edzését és felmérte a terepet. A másodedző szerint jók az előjelek, de az ellenfél bár ismeretlen számukra, mint kiderült, nem lebecsülendő. Csak litván játékosaik vannak, de azok nagyon jók. Néhányan közülük litván válogatottak is voltak, páran megfordultak az Euroligában is, tehát összességében egy nagyon-nagyon erős csapattal állunk szemben. A litván csapat 8 forduló után 3 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyet foglalja el a rendkívül erős 10 csapatos litván bajnokságban. Az előző idényt a 4. helyen zárta az alapszakaszban, a rájátszásban pedig a negyeddöntőben alulmaradt a Juventus Utenosszal szemben. Ez volt a híradó, mutatjuk a csütörtöki időjárás részleteit. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!